24 helyszíne közül az egyik a főplébánia udvara, és ez a terem idén elsőként. És örülök, hogy ez megvalósulhatott, és ebben nagy-nagy szerepe van Tömő János börtönlelkésznek és lelkes csapatának, akik szinte már egy éve készítették elő ezeket a napokat, és ennek a sorozatnak, amit a plébáni udvarán történik ezekben a napokban, nyitánya a mai délután, amikor kiállításra kerül sor, és egy előadásra. Sok szeretettel köszöntöm körünkben Puskás Tivadar polgármester urat, köszönöm, hogy megtisztelt ezt a rendezvényünket. Köszöntöm Tóth Tamás ezredes urat, aki a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézetnek a parancsnoka, a kiállítást ő fogja megnyitni. Köszöntök minden érdeklődőt, aki eljött erre az alkalomra. Talán olyan furcsán hangzott a cím, hogy az egyház a börtönben. Nem az egyház van bebörtönözve, hanem majd a kiállítás megnyitása, illetve kiállítás megtekintése megmutatja, hogy miért ezt a címet adtuk ennek a kiállításnak. Azt követően pedig Inzső Rihárd atya előadást fog tartani 19. századi plébániáról, annak életéről. És megkérem polgármester urat, mondja el köszöntő szavait. Hölgyeim és uraim, megilletődve állok itt, hiszen ezen alkotásoknak a készülésénél, készülténél is ott voltam legalábbis egy-két pillanatban. Azért is megilletődve állok itt, mert 2000 éves városunkban a 2000 éves múlthoz sok minden hozzátartozik, és a 2000 éves múlt gyakorlatilag az elejétől kezdve a kereszténység múltja is. Ha másra nem is gondolunk, 316-ban itt született az első nem vértanú szent, Szent Márton. Tehát Szombathelyen, vagy Szamáriában, a kereszténység gyakorlatilag a várossal egykorú. A Szamária történelmi karnevál, amely most már 15 esztendős, a város múltját eleveníti föl, és a város múltjának felelevenítésében minden nehéz szó. Szóval ebben a felelevenítésben mindenképpen a kereszténységnek olyan helye van, ami az első helyek egyike, hanem is az első hely, de hát maradjunk abban, hogy a rómaiak, kik alapították a városunkat, már magukban hordozták a kereszténységet. Tehát az, hogy a 15. karnevál alkalmával új helyszínként a Paradiso Dei, az Isten kertje megnyílt, az kiteljesedését adja és mutatja a Szamária történelmi karnevának. Tehát ez az egyik része, a nagyon fontos része ennek az eseménynek. És köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben munkálkodott, hogy végül is eredményre vezettek ezek a törekvések, és a Szamária történelmi karnevál egyre
és egyre inkább város, város bemutató, város történetét bemutató közép-európai esemény, közép-európa legnagyobb historikus játéka. A képek, amiket itt látunk, meg ez az egész környezet, ez két dolgot mindenképpen az embernek a képzeletébe intéz. Az egyik az, hogy, és erre a cím is, ha áthallásos, akkor lehet, hogy nem véletlen, hogy áthallásos, hiszen voltak a történelemnek olyan időszakai, amikor a kereszténység és az éppen regnáló hatalom az nem volt békében egymással. Ez Szombathely történetében is jól követhető. Ha most ugye a régmúltról beszélünk, ha a Szent Quirin féle történetet elővesszük, az még Szent Márton születése előtt volt, ugye 303-ban vagy 306-ban jutatkoznak róla. De hát ez a keresztény üdvözlés volt. Aztán, hogy ne menjünk olyan messzire a történelembe, egy emberöltőnyit, hogyha visszamegyünk, akkor az emberöltőnyi történelem az itt a Földön is, és a városban is a kereszténységnek a nevelfogadását jelentette, hogy úgy módon fogalmazzam meg a dolgokat. Tehát ez az egyik része. A másik része, amit itt látunk. Én néhány héttel ezelőtt egy látogatást tettem az intézmények közül, éppen a börtönben, és ott megtöbbenve és jó érzéssel láttam az alkotást, az alkotás módját, és az alkotás, már bocsánat, hogy ilyen szó, csúnya szóval élek, az alkotás termékét. Mindig. Ugyanis a művészet ugye az egy olyan dolog, amit az emberek saját értékelés, értékrendjüknek megfelelően átadják a másik embernek az érzéseiket. És itt ezt meglátván időnként borsózott a hátam, és a művészeti élmény, a művészeti alkotás által nyújtott élmény volt az, ami számomra az első és legfontosabb volt. Aztán még egy érzés hatalmába kerített. Ez pedig az volt, hogy alapjában véve büntetés végrehajtó intézetben olyanok vannak, akik a törvényt nem tartották be. Tehát mi, a társadalom jelentős része, akik szabályok szerint élünk, olyat találtunk, hogy ezek közül, a szabályok közül valamelyet az ott lévő emberek nem tartottak be. Ezért úgy döntött a közösség, hogy ezért bűnhődni kell. Ennek ez a módja, mert be kell tartani a szabályokat, mert rendnek kell lenni. De attól, hogy valaki, remélem csak egyszer megtévedt, és nem tartotta be a szabályokat, attól még vannak értékei. Mindenkinek vannak értékei. És számomra ez azért volt külön élmény, mert a börtönről az embernek van egy olyan általános elképzelése,
De az, amikor a börtönben az az egyik fő gondolat, hogy természetesen a szabálytalanságért, a szabályok be nem tartásáért bűnhődni kell, de az értékeket, az emberi értékeket, azt elő kell venni. Hagyni kell, hogy az emberi értékek azok napvilágra kerüljenek. És ezért volt számomra meleg szorítású, meleg gondolatú az a műteremnek nevezett helyiség, ahol a két művész alkotta az éppen aktuális festményt. Aztán még egy fél mondat, és bocsánatot kérek, hogy ilyen hosszúra múlt a köszöntőm, de számomra kulcsérdés volt az a látogatás, a szociális gondoskodástól kezdve egészen eddig az érték becsületig, az érték megbecsüléséig. Ez egy új dimenziót nyitott meg számomra a történet kapcsolatban. Tehát az, hogy ott a börtönben én remélem, hogy élénk szellemi, hitbéli élet folyik, azt nagyon fontosnak tartom. És az a kápolna, maradjunk az immaterem megfogalmazásban, az számomra szintén azt jelentette, hogy itt az értéket becsülik, és azt, ki hibázott, annak bizony a hibáért a megfelelő büntetést el kell szenvednie, de ettől értékeljük azt, azokat az emberi nagyságokat, amiben van, ami ezekben az emberekben van. Úgyhogy én most itt személyesen köszönöm szépen igazgatónak és természetesen mindenkinek, a csapatának, hogy ilyen légkörű intézményt teremtett. Köszönöm szépen, hogy legalábbis a hozzám hasonló korúak és laikusok számára a börtön az egy ilyen nem ismert intézmény, de oda az ember nem nagyon szeret menni. Ezután sem szeret. Szóval félreértés lehességként tisztelen döcsülöm azokat az embereket, akik ezt hivatásuknak érzik. Mert hogy ilyennek is kell lenni, a társadalom az így épül föl. De azt külön köszönöm azt a szemléletet, amit ott kaptam. És tanultam, például tanultam azt, hogy az egyetlen cigány szent, ki valahol itt valamelyik képen szintén szerepel, ugye Szent Celesztino, ő az egyetlen cigány szent. Ezt én soha végig nem gondoltam, nem is tudtam. Nyilván ez a műveltségemnek a gyöngye volt a eredményezhette, de tanultam is ezt is, köszönöm. Szóval egyszerűen bocsánat, hogy hosszú és fölösleges dolgokat mondtam, de nagyon szépen köszönöm én, hogy ilyen alkotások születhetnek a börtönben, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy természetesen ezeket nézzék végig, gondolják végig, hogy mind-mind olyan emberek alkották, akikben érték van. És ebből aztán egyenesen következik. Azt hiszem, hogy nincs olyan,
akiben nincs érték, hiszen a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy mindannyiunknak valami értéke, valami olyan dolga, amit tovább kell vinni. Ez van. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a Szavária Karnevál keretében megnyílt és megnyílik a Paradiso Bay, és köszönöm szépen ezt a kiállítást igazgatónak. Köszönöm szépen. Kérem Parancsnok urát, hogy nyissa meg a kiállítást, és egy rövid tárlatvezetést is egyben tartson nekünk. Tisztelt Polgármester úr, Évános úr, kedves hölgyeim és uraim! Ennyi után valóban már csak az maradt számomra, hogy néhány szóban, gondolatban bemutassam mi is, amit láthatunk, illetve valóban az egyház hogyan és miképpen kapcsolódhat egy olyan zárt, időnként valóban mogorvált tűnő világhoz, mint a büntetési jövetes a börtön. Egy egyház a börtönben az a címem kiállításnak, ezért alapvetően olyan műveket hoztunk ki, amit fogadatottak készítettek kivétel nélkül egyébként mindegyiket. Olyan műveket hoztunk ide, amelyik kapcsolódik az egyházhoz. Nagyon sok egyéb képet, kerámiát készítenek a fogvatartottak, aminek művészi értéke van. Azt is tervezzük majd bemutatni Szombathelyen a közönségnek, de azoknak a nagy része, hogy nem kapcsolódik közvetlenül az egyházhoz, ezért ezt egy külön kiállítás keretében szeretnénk megmutatni. Az egyházak egyébként 1949-ig jelen voltak a magyar büntetés végrehajtásban, és 1949-től az akkor igazsági miniszter szüntette ezt meg egy rendelettel, és több mint 40 év után 1989-ben kezdődött újra el az egyháznak az áldásos tevékenysége a börtönök világában. Olyan szerencsés, hogy én is akkor kezdtem el dolgozni a börtönök világában, tehát most már 25 éve. És egészen 2000-ig ez a tevékenység valóban egy ilyen önkéntes, pasztrátus tevékenység volt, és 2000 óta van erre már jogszabály is hivatalosan, ami létrehozta a börtönben a börtönlelkészi szolgálatot. Valamennyi nagy börtönben, tehát a nagy börtön szót kérteni, hogy több száz fogvatartott és fogvatartó börtönben főállású lelkészek vannak. Szombathelyi börtönben Tömő János lelkész volt az, aki ezt a tevékenységet végzi, és ennek a kiállításnak is egyébként ő volt a kitalálója, motorja. Ő megmutatta, hogy ez nem egy egyszerű tevékenység. Remélem, hogy a kiállítás képét megtekintve, és majd biztos lelkész úr is itt mindenkinek, minden kérdésére biztos, hogy választ fog adni, még jobban betekintést nyerhetnek majd abba a munkába, amit ők végeznek. A börtönben mind egyéni, mind csoportos foglalkozást tartanak a fogvatartottaknak bejáró lelkészek. Itt Szombathelyen nem titok 800 fogvatartott van a börtönben, ami ugye hát nem kevés, elég nagy létszám sajnos. Durván olyan 40 és 60 fogvatartott az, aki önkéntesen lejár rendszeresen keresztény vallási foglalkozásra lelkész úrhoz. Ezen kívül pedig vannak, akik egyéni foglalkozás keretében járnak hozzá meghallgatásra. Ilyenkor, mint a lelkész úr többször is mondta nekem, olvasmányt ad nekik, ez egy felkészülési időszak volt a következő beszélgetésig, amit azt gondolom hasznosan tudnak eltölteni a fogvatartottak, hiszen a börtön az egy legnagyobb ellenség, az az idő. Az egyéni foglalkozásokon túl, és ezek a csoportos foglalkozáson túl természetesen nyissékre is sor kerül minden nagyobb ünnepen a börtönben. Kiemelném, hogy a karácsonyi szentmisét a Szent Püspök úr tartja, tehát Peres Püspök úr ugye mindig is tartja a karácsonyi szentmisét, és azt az imahelyiséget vagy kápolnát, amit Podemtől is említett, azt itt az elmúlt évben áldotta meg. Annyit tudni kell még, hogy a fogvatartottak közül, akik eljárnak lelkész úrhoz, és már szabadultak. Nagyon pozitív, hogy van közöttük olyan, aki szabadulást követően nem hagyta abba
az Istenhez fordulást, és egy olyan közösséghez csatlakozott, ahol többen is vannak ilyenek, ahol továbbra is eljár a templomban misére, és bízunk benne, hogy meg fog visszakerülni a börtönben, hiszen hogyha a Szentírás szerint él valaki, akkor és nem követelni őket, ugye, akkor nem fog visszakerülni hozzánk. A börtönnek egyébként alapvetően az a célja, hogy azokat az embereket, akik bekerülnek, megpróbálni minden lehetséges eszközt, a munkát, az oktatást, a művészetet felhasználva. Nem átformálni a személyiséget, mert azt azért nem lehet, és azt nagyon nehéz is, és nem is ez a célunk, de olyan irányba terelni, és egy olyan lehetőséget mutatni nekik, hogy szabadulást követően a társadalomban vissza tudjanak illeszkedni, és a szabályokat, jogszabályokat megtartó emberként tudjanak élni. Ez alapvetően a büntetés végrehajtásnak a célja. Néhány gondolatban elmondanám, hogy akkor itt mit lehet látni. Kezdeném az egyszerűbben, a helyiség hátsó részében, önöknek háttal, ilyen stilizált zárkát alakítottunk ki. Vannak ott használó tárgyak, majd a megnyitó után lehet kérdezni elmondjuk, hogy mi mire való, mert valaminek a használata egy civil számára, aki ember börtönben lehet, hogy nem mond semmit. Nekünk viszont, illetve a fogvatartottaknak ezek hát használati tárgyaként, ha nem is mindig szabályosan, de használati tárgyaként funkcionálnak. Ami viszont sokkal fontosabb, ez mögöttem látható. A keresztúti stációk, azok 2013. decemberében készültek el, két fogvatartottnak a munkája, és most kicsit puskázott is. Közel másfél hónapnyi időt vett igénybe nekik, napi 8 órában, hogy ezt elkészítsék. Ezek akrillal festett fatáblák, és a sorozat mintája egy számunkra ismeretlen alkotó tűzománccal készített stáció található. Ezek a stációk, ezek már egyébként a börtönkápolnában kerültek elhelyezésre, tehát igazából onnan kerültek most behozásra. Ami rögtön mögöttem van, egy kicsit előbb, hogy félre is állok, az oltárkép. Ez annyira új és annyira friss, hogy ez nemrég készült el. Ezt is szintén fogvatartott festette. Az egyik azok közül, aki a keresztúti stációkat is. És ez még nem került elhelyezésre tulajdonképpen bent a kis ima termünkbe, kápolnánkba. Ez majd a kiállítást követően kerül végleges helyére, és reméljük, hogy püspök úrmikor, karácsonykor szintén személyiség tartani, szintén meg fogja állani. És azt mondom, hogy a programistőről látta, hogy méltó helye lesz ott a kis kápolnánkban. És innentől kezdve tényleg puskázni fogok. Tehát a kép, az a görögváltozás a zajvilágban ikon alapján készült. Annak a tovább gondolása egy kicsit modernebb formában. A kép szerkezete és az alakok sematikus tartása és a figurák egymáshoz viszonyított aránya megőrizte a festménynek ezt az ikon jellegét, de a kidolgozását tekintve azért modernebb. A középső táblán a feltámadás látható. Hát tényleg lehet, hogy egy kicsit félre megyek, még hogyha a mikrofon nem is tudom használni, de azt gondolom, hogy tudom mondani elég hangosan. Tehát ott a feltámadás látható. Ez adja meg ugye az egész oltárképnek a keretét. Éppen Krisztus kiemeli az embert a holtak birodalmából, ahol még ugye meg annyi lélek várja, hogy kikeljen a sírok sötét világából. És akkor a két szélső szárnyán, igazából az oltárképnek, már megdicsőült elsősorban vagy Szombathellyel, vagy a büntetés végrehajtással kapcsolatos személyek lettek megjelenítve. Annyi az érdekesség még, hogy a kápolnákon, aminek négy üveg ablaka van, de osztott, tehát két-két részem, hogy 8 üvegtáblából áll, oda üvegfestményként ugyanezek a megdicsőült alapok, szintén a fogvatartottak által kerültek felfestésre. Az ablakokat nem tudtuk kihozni, mert az épület ablakok nélkül maradt volna, de a polgármester úr látta, és valóban aki látta, az tehát elmondhatjuk, hogy nagyon szépek, tényleg gyönyörűek, freskó jellegűek,
és szintén ugyanak a fogadatnak a munkára, aki készítette ezeket a képeket. És így lesz egyébként nagy jelentősége az imateremben, hogy az ablakokon külön üvegfestményként megjelenő, megdicsült alakok szerepelnek az oltárkép két szárnyán. A bal színén Szent Márton püspök látható, ugye a kezében a livánra és a pásztorbottal, mögötte Szent Quirinus keresztet tart, kettejük között van Szent István, igen, Szent István király, van Szent Adorján. Szent Adorján annyit kell tudni, hogy a büntetés végrehajtásnak a védőszentje, ő katonai páncélzatban van, és a büntetés végrehajtásnak a védőszentje napja szeptember 8-a, tehát nem sokára elkezdődik, és akkor a büntetés végrehajtás szeretén belül nekünk ez egy ünnepség, tehát aznak nem dolgozunk ünnepünk, olyan, mint a tűzoltóknak a Szent Florián, tehát a büntetés végrehajtásnak is van szentje, és Szent Adorján az. Végül pedig vörös ruhában a Tértom halálkal keresztelő Szent János látható, aki jobb kezével Jézusra mutat. A jobb szélső kép első figurája Szűz Mária, itt görög ruhában látható, mögötte Boldog Batyás Ratman László orvos, majd Mindenki József bíboros főpapi ruhában, és két hátsó alatt pedig ugye Brenner János vértanú pap és Boldog Ceferino, ugye aki az egyetlen boldogálhatott cigányember. Azt tudni, hogy ez a büntetésövetes intézetek populációban a cigány emberek is nagy létszámban megtalálhatóak, és nagyon sokan járnak le lelkész úrhoz szintén foglalkozásokra. És azt gondoltuk, hogy mind a Szent Adorjánban, mind vele, mind pedig Szombathelyhez kapcsolódó szeretettel boldogálhatottakkal tudjuk egy kicsit, pontosan ezt a fogvatartó gondolta egyébként, aki ezt festette, ezt a képet, bár megbeszélte velük, megegyeztettünk, de ez valóban mind az ő elképzelésedete volt. Tudjuk valóban majd a kis imatermünkben az oltárképet egy kicsit ugye a börtön formájára formálni. Még azt elmondanám, hogy mennyi dolgozott vele ez a fogvatartott, tehát a vázatokat és a tanulmánynak az előmunkáját, az előkészítés, hogy 200 óra volt. Csak az, amikor vázatokat rajzolt, nézett festményeket hozzá, könyvben, lexikonokban kutatta ezt az anyagot, és a festés is körülbelül 200 órát ölelt fel. Egy fázisát éppen polgármesterről valahogy pár héttel ezelőtt megnéztünk. És itt ezt már tényleg felolvasom, ez már teljesen szakmai rész a festéssel kapcsolatban. Az olajfesték lazúros felrakásának köszönhető a kép melegbarnás derengése és az alkoholi fényhatások. A háttérként szolgáló áttört sziklák hihetlensége az Isten nélküliség sivárságára utal. Ennek elmúltja a folyó és a Jézus mögötti növények, az élet és a teremtés szimbólumai lettek. A napszak az alkonyi szimbolikus, hiszen az anyagi világ mulandóságára és egyben egy új kor eljövetelére utal. Én a képek tekintetében azt gondolom, szinte mindent elmondtam, amit az alkotó, illetve lehet mondott, hogy mutassam be. Én megköszönve, mint polgármesternek, mint délvánosnak, mint börtönlelkész úrnak azt a támogatást, segítséget, ami azt gondolom egy nagy szó, hogy egy börtön is részese lehet egy ilyen nagy múltú fesztivál, mint a Szavári Karnevál, és valóban a börtönfalán kívül is meg tudjuk mutatni, hogy a börtönfalán belül lévő emberek, akik valóban bűnkövettek el, is képesek olyat alkotni, ami pozitívum, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizakodó a tekintetben, hogy valóban meg tudjuk őket menteni a későbbiek attól, hogy még egyszer visszakerüljenek. Én ezt a kiállítást ezen nem megnyitom, és kívánok önöknek jó nézelődést, és mondom még egyszer, hogy szakmai részekben, hogyha bármilyen kérdés van, akkor nagyon szívesen segítünk, mert vannak olyan biztos, amit nem mindenki fog felismerni, nem mindenki, hogy mire használtok. Köszönöm szépen a figyelmet!
kancellárénak, a hosszú iratfolyométernél sok-sok dobozra rúgó iratainak nincsen semmilyen mutatója. Tehát, hogyha bármi, bárkire vonatkozó adatot, legkisebb itató könyveket, az egyetlen segédlet, ami ehhez az anyaghoz van.